Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog harmadik része. Ebben az epizódban az UniFi Mesh eszközöket vizsgáljuk meg közelebbről. Az UniFi Mesh és Mesh Pro kültéri két normás Wi-Fi Access Pointok. A normál eszköz egy darab Ethernet porttal és 2x2-es rádióval rendelkezik. Tápellátása lehet 802.3 AF vagy 24 volt PoE szabvány szerint. A dobozban két körsugárzó antennát kapunk hozzá, de tetszőleges dual polar antennát a későbbiekben csatlakoztathatunk rá. A Pro változat két Ethernet porttal és 3x3-as rádióval van szerelve, viszont csak AF PoE-val tudjuk megtáplálni. A dobozba zárva egy integrált körsugárzó antennát találunk. Az UniFi Mesh eljárás a hagyományos UniFi Wireless Uplink kiterjesztett változata. Most már nem csak egy ugrás engedélyezett vezeték nélküli uplinkeknél, hanem sorban felfűzhetünk több AP-t, melyek vezetékes csatlakozás nélkül is tudnak üzemelni. Hogy ezt a funkciót elérjük, a kontrollerben a site beállításainál a megszokott módon engedélyeznünk kell a Wireless Uplink lehetőségét. A beállítás alatt található jelölőnégyzet bekapcsolása esetén az esetleges kieső eszközök helyett a vezérlő új útvonalat keres az adatfolyamunknak. Új AP beüzemelésénél a konfiguráció nélküli eszközzel legyünk egy vezetékes csatlakozással bíró AP hatókörében. Áram alá helyezés után pár perccel az eszköz megjelenik a szoftverben, adoptálhatjuk, majd a folyamat végén kijelölhetjük, hogy mely másik AP-hoz csatlakozzon. A térkép topológia nézeténél követhetjük nyomon valós időben felépült kapcsolatokat és csatlakoztatott klienseket. Ez volt az Access Point Vlog harmadik része. A következő epizódban az eszközöket alávetjük a terepi tesztelésnek. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!